Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek. A mai videó erről a kártyáról fog szólni, amit páran már korábban kiszúrtatok itt a polcon. Ez nem más, mint az Nvidia új generációs, felső kategóriás népkártyája, az RTX 3070, ami a tesztek alapján az előző csúcs 2080 Ti szintjét is eléri. Na már most, az új Nvidia kártyákkal gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mint a PS5-tel, lehetetlenség hozzájutni kb., hogyha pedig esetleg mégis találsz a neten, akkor az brutális áron lesz. Amerikában a 2070 Super és a 3070 499 dollár, tehát egy árban vannak. Az RTX 2070 Super Rockstrix kiszerelése Magyarországon 240 ezer forint környékén van, bár ebből sincsen túl sok elérhető modell. A 3070-et viszont 330 és 450 ezer forint között listázzák, szóval tényleg nagyon durva. Hogyha minden igaz, akkor tavasszal már normalizálódni fog a helyzet, de addig is, ha már nálam van, akkor nézzük meg az RTX 3070 újdonságait, és hogy vajon mennyivel jobb a jelenlegi RTX 2070 Super-emnél. Először is az alapok. Az RTX 3000 széria az Nvidia szerint lebegőpontos számítási teljesítmény tekintve kétszer olyan gyors, mint az előző széria, de ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy kétszer annyi FPS-ed lesz a játékokban. Az új Ampere architektúránál második generációs RT, vagyis Ray Tracing magokat, valamint harmadik generációs Tensor magokat használtak, illetve többek között 12 helyett 8 nanométeres gyártási technológiával készültek. A széria jelenállás szerint az RTX 3060-nál kezdődik, aztán 3060 Ti, 3070, 3080 és 3090. Pár szó a nálam lévő modellről. Ezt srácok, ahogy láthattátok már, a Rockstrix féle 3070, tehát a legjobb típus az Asusnál, és meg kell, hogy mondjam, elképesztően menő a dizájnja. Amikor a 1060-ról váltottam a 2070 Superre, ott is azért durva volt a méretbeli különbség, nos a 3070 az még nagyobb nála, és mellesleg marha jól néz ki. Amit tudni kell róla, hogy a középső ventilátor ellenkező irányba forog, ezzel növelve a húzatot, hasonlóan a Founders Editionhöz a hátlemez itt is szellőzik, a tetején két darab 8 pines tápcsatlakozó és egy kapcsoló lesz, ami teljesítmény és néma mód között vált, valamint a hátsó szellőzőnél van két ventilátor csatlakozó, tehát az alaplapi helyett ide is dughatod a ventiket, és az Asus GPU Tweak programján belül a kártya ventilátoraihoz igazíthatod. Végül, de nem utolsó sorban, a rozsdamentes acél I/O foglalaton két HDMI 2.1 és 3 DisplayPort 1.4a csatlakozót fogunk találni. Az Nvidia-nak van egy kifejezetten RTX kártyatulajoknak szóló szoftvere, a Broadcast, ami gyakorlatilag az RTX Voice egy kibővített változata. Az Nvidia oldaláról ezt le tudod tölteni, de az nagyon fontos, hogy GTX kártyákkal ez az alkalmazás nem fog működni. A mikrofonon belül láthatjátok, hogy itt van a zaj eltávolítás, ami most be van kapcsolva maximális erősségen. Hoztam egy ilyen kis gumicukros csomagot, ezt fogom itt zörgetni nektek, lássuk, hogy mennyit szűr ki. Most nincsen bekapcsolva, és ugye mellette zörgetem, lehet, hogy kellemetlen lesz, de higgyétek el, hogyha bekapcsolom, akkor már is eltűnik a háttérzaj. Hozzáteszem, hogy folyamatosan csörgetem a zacskó, tehát hogyha most teljesen véletlenül most kikapcsolom a zajeltávolítást, akkor szerintem hallani fogjátok. Szóval ez ugyanolyan jól működik, mint az RTX Voice működött. A hangszoroknál, hogyha te hallasz valakit úgy, hogy nála van a háttérzaj, akkor ezt is ki tudja szűrni, erre van itt egy demo. This is a test message with air conditioning in the background. Ha kikapcsolom a zajeltávolítást, akkor a háttérben megy a légkondi, ez szerintem hallható. És végül a kamera, ami ahogy láthatjátok még beta verzióban van, felismerte, hogy van egy Logitech streamcamem, itt a felbontás, és bekapcsolhatom a háttérelmosódást, és mindenféle green screen nélkül nagyon szépen elszeparál a háttértől, és nagyon jól is működik, szinte olyan, mintha egy jobb minőségű nagy kamerát használnék, pedig nem, egy sima webkameráról van szó. A hátteret lehet bármilyen képpel helyettesíteni, amivel szeretnéd, ha úgy van kedved, akkor csak simán eltávolítod, illetve van egy automatikus arckövetés funkciója is, ahogy egyébként a Logitechnek a saját szoftverében is van ilyen, de összességében ezek tök jól működnek. Az Nvidia Reflex is egy tavaly évvégén bejelentett újdonság, ami egy bekapcsolható opció a kompatibilis játékokon belül. Hogyha játszol, akkor persze a legfontosabb metrika az FPS, de emellett
Főleg az e-sportolóknak a latency, vagyis a késleltetés is nagyon fontos. Külön késleltetése van ugye az egerednek, a számítógépednek, valamint a monitorodnak is. Most az Nvidia Reflex Lioh-ban a késleltetés csökkentését szolgálja azáltal, hogy dinamikusan szabályozza a render queue-t, így a CPU és a GPU is szinkronban lesznek. Ha a kedvenc kompetitív játékodnál ez elérhető, akkor mindenképpen érdemes bekapcsolni. Na és akkor térjünk rá a konkrét mérésekre. Először is, hogy ne csak játékokat nézzünk, pár benchmark teszt. Elsőként a 3DMark portroyal tesztjét futtattam le, ami kifejezetten a kártyák sugárkövetési képességeit méri, itt 8303 pont és 38,44 FPS lett a végeredmény, a kártya pedig maximum 66 Celsiusra melegedett. Ezután az Octane Bench tesztjét futtattam le RTX nélkül, valamint RTX-szel, majd a Geekbench 5, OpenCL, valamint CUDA tesztje jött, mindkettőn 140 000 fölötti pontszámot hozott. Végül két Blender renderelést is kiadtam neki feladatnak, a BMW-ssel 35 másodperc, a Classroom-mal pedig 1 perc 59 másodperc alatt végzett. Na és akkor jöjjenek a játékok. A teljesség kedvéért a képernyőn láthatjátok a teljes konfigurációmat, hogy egészen pontosan mi van az én gépemben, illetve hogyha már a 3070-nél ezt célozták meg, akkor minden játékot kivétel nélkül 1440p-ben játszottam és a részletességet is kimaxoltam. Szóval az itt látott eredményeknél természetesen lehet jóval többet is szerezni ezzel a kártyával, Full HD felbontás és alacsonyabb grafika mellett. Na vágjunk bele! A könnyedebb címek közül a Valorantot választottam, itt 212 FPS-en volt átlagban, tehát a 144 Hz-es monitoromat itt maximálisan ki tudom használni, mondjuk vicces lenne, hogyha pont ennél a játéknál ne tudnám. A következő az Assassin's Creed Valhalla, ahol 62 FPS-t kaptam a végére átlagként, ami egyáltalán nem rossz egy ilyen játéknál, ilyen felbontás és maximum grafika mellett. A Cyberpunkot első körben RTX nélkül futlattam, itt átlagosan 56 FPS-en volt, most nem tudom, hogy hányan játszatok vele, de hogyha nekem már megvan, akkor kipróbáltam, az RTX-ről majd kicsit később. A Rainbow Six Siege játszhatóságára abszolút nem lesz panasz, 249 FPS-en volt átlagban, ha viszont a Vulkan API-os verziót indítod el, akkor az RTX 3070 esetében sokkal több, 312 FPS-ed lesz, ami azért nem mindegy. Végül de nem utolsó sorban, Cold War Zombies. Ugyan natív 2K-ban a 120 FPS-t nem tudtam elérni, de így is az esetek nagy részében 100 FPS fölött tudtam vele játszani. Az Nvidia kártyáknál van két nagyon fontos tulajdonság, az egyik a Ray Tracing, a másik pedig a DLSS. Az új generációnál elég nagy figyelmet fordítottak az RT magokra, illetve alapvetően a sugárkövetésre, ez ugye azt a célt szolgálja, hogy amik a játékokon belül amúgy statikusan lennének kirendelve, az RTX módban a kártya valós időben rendeleli, ez a felületek tükröződésénél vehető észre leginkább. Az egyik legjobb példa ennek a bemutatására a Cyberpunk, a kirakatoknál ugyan a karakterünket nem rendeleli ki, de az jól látható, hogy RTX nélkül sokkal rosszabb minőségben látunk egy statikus tükörképet, RTX-szel pedig gyönyörűen látszik minden, a járókelők is tükröződnek az üvegen. Ez persze nagyobb számítási igényű dolog, ergo bekapcsolt RTX-szel például a Cyberpunk esetén 70 helyett 40 FPS-ed lesz ugyanazon a ponton. A DLSS, vagyis a Deep Learning Super Sampling egy gépi tanuláson alapuló speciális mintavételezési vagy érsimítási eljárás, nemrég jelentették be a 2.0-as változatát, és ennél nem csak az érsimítás lesz jobb, de látható minőségromlás nélkül jóval több FPS-t fog produkálni a játék, már amennyiben támogatja. Hogy mely játékoknál érhető el, az leginkább a fejlesztő múlik, a motort úgymond be kell tanítani rá, viszont hogyha ezt jól megcsinálják, akkor adott kártya mellett jelentősen több FPS-ed lesz. A Cold War Zombies esetében 10-20 FPS különbséget vettem észre, hogyha bekapcsoltam a DLSS-t, és minőségben nincs látható különbség. Na és akkor mennyivel jobb végül is az RTX 2070 Supernia? Az egyszerűség kedvéért úgy gondoltam, hogy belerakom a táblázatba a számokat. A benchmark teszteken azért jelentős különbségek vannak, főleg ott, ahol az RTX is tud érvényesülni, viszont játékok tekintetében hatalmas ugrást nem minden cím esetében tapasztaltam, sőt hiába volt a legfrissebb driver telepítve és minden beállítás ugyanaz volt, volt amikor a 2070 Super jött ki jobban ugyanazon a teszten. A legnagyobb eltérést a Siege Vulcannál láttam, a 2070 Super 252, a 3070 pedig 312 FPS-t hozott, illetve Cold War-ban 25-tel volt magasabb az átlag.
Ami az zajszintet és a hőmérsékletet illeti, nagyjából egy szinten van a két kártya, a zajszint tök ugyanaz, hőmérséklet tekintetében pedig csak 4 Celsius fok különbség volt a 2070 Super javára. Az Nvidia a kártyához 650, az Asus viszont 750 wattos tápot javasol, szóval ezzel érdemes kalkulálni, illetve leginkább a Ryzen procikat ajánlják mellé, többek között azt, ami nekem is van. Összegezve, az RTX 3070 egy remek felső kategóriás kártya, ugyanis a külföldi tesztek alapján simán hozza az előző generáció csúcsmodelljének, a 2080 Ti-nak a teljesítményét közel fél áron. Legalábbis ami az eredeti árat illeti, és ez szerint egy árban van az RTX 2070 Superrel, aminél azért sok szempontból erősebb, főleg benchmarkoknál, bár nem minden játék mutatott fel többet. Hogyha szeretnél egy 3070-et venni, akkor érdemes várni, vagyis hát muszáj várnod, mert hát nincs készlet, másrészt, hogyha lesz majd készlet, akkor az ár is normalizálódni fog, és már is jobb vétel lesz, mint most. Nos, én mennyit szeretem volna ebben a videóban, ez lenne az RTX 3070, hogyha tetszett a videó, akkor szokás szerint nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és írjátok meg kommentbe, hogy ti gondolkodtatok-e esetleg az RTX 3000-es szírián, hogyha igen, akkor melyik modellt választanátok. Írjátok meg. Sziasztok!